Országosan az első negyed évben több mint 183 milliárd forint lakossági megtakarítás került államkötvénybe. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is növekedett a kereslet. Idén eddig több mint 23 milliárd forintnyi állampapír fogyott. Az államkötvény megvásárlásával a befektető egy előre meghatározott időre kölcsönt ad a kötvényt kibocsátó államnak. Az állam kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény lejáratakor a teljes összeget és az előre meghatározott kamatot is visszafizeti. A Magyar Államkincstár az Államadóság Kezelő Központ által forintban és devizában kibocsátott állampapírokat értékesíti. Az utóbbi időben országszerte több értékesítési pontot nyitott a kincstár. Az elmúlt két évben csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 17 milliárd forintról 23 milliárdra, 1,4 millió euróról pedig 2,3 millió euróra nőtt az államkötvényekben tartott megtakarítások összege. A babakötvényben átlagosan havi 7-8 ezer forintot tesznek félre a szülők gyermeküknek. Az elmúlt négy évben meghaladta a 100 ezret a Magyar Államkincstárnál a babakötvények száma. Ez a megtakarítási forma jó lehetőséget kínál a szülőknek a gyermekük felnőttkori életkezdésének megalapozásához. Az állam minden 2005 után született gyereknek egyszeri 42.500 forintos életkezdési támogatást nyújt, amihez a szülő rendszeresen hozzátehet bármilyen összeget. A babakötvénybe fektetett megtakarításra évi 3%-os kamatprémium jár. Ezért például, ha az állami indulótőkével és havi 5000 forintos befizetés után járó támogatásokkal számolunk, mintegy 2,3 millió forint gyűlik össze a kedvezményezett számláján 12 éves korára. A fiatal felnőtt az életkezdési támogatást tanulmányokra, lakhatásra, pályakezdésre és más a jogszabályban rögzített célra használhatja fel. Vendégünk a stúdióban Guti László, a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóságának igazgatója. Jó estét kívánok! Köszöntöm. Jó estét kívánok! Úgy tűnik, hogy egyre népszerűbbek a magyar állampapírok, államkötvények. Milyen igényeket tud kielégíteni ez a portfólió a Magyar Államkincstárnál? Igen, hál' Istennek egyre népszerűbbek ezek az államkötvények, hiszen teljes állami garancia van mind a tőkére, mind a kamatra. Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapír számláknak a számlavezetése díjtalan, illetve a készpénzfelvétel is díjtalan. Hát a spektrum, a futamidő az a 2 héttől 10 évig jellemezhető, hiszen a diszkont kincstárjegyek 2 héttől 1 éves befektetések vannak, fél éves kincstárjegyeink, kamatozó kincstárjegyeink, amelyek 1 évesek, illetve prémium államkötvényünk, amelyik 3-5 évesek, valamint 4-6 éves futamidő bónusz államkötvények, illetve vannak a 3 éves befektetések a prémium magyar államkötvények. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy olyan széles spektrum, aki mindenki megtalálhatja benne a saját elképzeléseit. És hát kiemelendő az a garancia, amit az állami tulajdon biztosít. Van, hiszen állami garancia van mind tőkére, mind kamatra, valamint a befektetőket az is megnyugtatja, a Magyar Államkincstár 100%-os állami tulajdonban van, tehát teljes befektetésre, spektrumra garancia van. Mennyire tud rugalmas lenni egy ilyen állami szervezet? A rugalmassága jogszabályokban le van írva, tehát mi azt kénytelenek vagyunk mindenképp betartani, és be is tartjuk. A maga a számlanyítás egy olyan, hogyha a kincstári babakötvényről, ami talán az egyik legnépszerűbb befektetés, az egy olyan 15-20 percet vesz maga a számlanyítás, és rugalmasan tudjuk kezelni. Maga nem kell minden adatot leküldeni, például adókártyát, illetve születésanyagkönyve kivonatot nem szükséges, mert azt le tudjuk hívni a központi rendszerből, elég egy személyigazolvány, lakcímkártya, illetve a gyereknek a lakcímkártyája. Egyre több értékesítési pont nyílik országszerte és a megyében is, gondolom ezzel is az a cél, hogy minél közelebb vigyék a szolgáltatást. Így van, a lakossághoz szeretnénk minél közelebb kerülni. Azt el lehet mondani, hogy a 77 helyen van értékesítési pontokkal, illetve állampénztárirodákon, államkötvénnyel, illetve értékpapírt lehet vásárolni. Az elmúlt időszakban több mint 25 darab értékesítési pont nyílt országosan, ebből a megyénkben 3 nyílt, ez Nyírbátor, Mátészalka és Kisvárda. De az elektronikus számlakezelés is azért már egyre inkább elérhetővé válik. Így van, a kényelmi szolgáltatásokat tudunk biztosítani az ügyfeleinknek, maga az SMS szolgáltatás, a lejáratkor ingyenes SMS küldünk, hogy lejárata van, figyelmeztetjük, hogy ha véletlen valaki elfelejteni, van lehetőségünk webkincstári szolgáltatásra,
tehát otthon a saját számítógépén tudja a befektetését intézni, illetve online időpontfoglalási lehetőség is van, és akkor soron kívül, amikor ő foglalja az időpontot, egy ügyintéző kollégánk csak ővele fog tudni foglalkozni. Mi a feltétele annak, hogy valaki államkötvényt vásárolhasson? Kell-e állampolgársággal rendelkezni? Igen, magyar állampolgár vásárolhat államkötvényt, a startszámlánál pedig annyi kikötés van még, hogy belföldi lakcímmel is kell rendelkezni, mint ahogyan is említette, tehát az életkezési támogatás után nagyon sokan jönnek be hozzánk. Melyik a legnépszerűbb kötvényforma Magyarországon? Hát talán a féléves és az éves kamatozó kincstárjegy, amelyik a leginkább kelendő, ez gondolom a rövidtávú befektetések miatt is, illetve hát nagyon népszerű a babakötvény. Ennek milyen feltételrendszere van? Hát a babakötvénynek minden belföldi magyar ember köthet, aki lakcímmel rendelkezik, kincstári startszámlát. Ennek az a lényege, hogyha megszületik a gyerek, a magyar állam minden 2005. december 31. után született gyereknek 42.500 forintot helyez el a letéti számlán, ez egy életkezdési támogatás. És akkor, ha a szülő, keresztülő, nagyszülő, bárki kincstári startszámlát nyit, akkor erről a letéti számlára ez a 42.500 forint átkerül magának a saját számlára, és onnantól kezdve az egyéb államkötvényeit is áttehet ide, illetve egyéb befizetéseket is eszközölhet. Feltétel, hogy minden hónapban legyen befizetés? Nem feltétel, sőt a folyamatosság sem, tehát ha valaki egyik héten vagy egyik hónap 5000, másik hónapban 8-at vagy 3-at tud, abszolút nem feltétel, sőt az sem feltétel, hogy minden hónapban tudjon befizetni, amikor ő úgy gondolja, hogy tud erre a számlára befizetni, akkor bármikor megteheti. Mi a helyzet azokkal, akik 2005. december 31-e előtt születtek? Ők is nyithatnak, tehát minden 18. életévet be nem töltött személy részére lehet kincstári startszámlát nyitni. Annyi, hogy aki 2006. január 1-e előtt született, annak ez az életkezdési támogatása 42.500 forint nem jár, viszont ugyanúgy nyithat startszámlát, illetve minden 16. életévet betöltött fiatal saját magára is magának is nyithat startszámlát, és akkor ez természetesen a babakötvény az őre is ugyanúgy vonatkozik. Mi történik, ha betölti a 18. évét a fiatal? Hát a fiatal pályakezdő 18. életévét betöltötte, akkor az államkincstárnál az országba bármely fiókjába bemegy, megszüntetheti a startszámlát, és akkor az átfutás követően mind a tőkét, mind pedig a kamatot a fiatal embernek vagy fiatal hölgynek lesz kifizetve, hiszen ez az ő nevére szól, és ezt ő tudja felvenni. Fontos, hogy úgy fogalmazott, hogy megszüntetheti, tehát nem kötelező megszüntetni, viheti tovább ezt a számlát? Hát, igen, darabig viheti még tovább, de természetesen ez nem az, hogy most 30 évig. Nyilván a plusz 300 év bónusz kamat az egy mostani konstrukciók miatt ez egy kiemelt kamatnak nevezhető, de én úgy gondolom, hogy ha valaki a tanulmányait akarja folytatni, vagy lakás, vagy családalapítás céljára szüksége van, azért nagy valószínűség ezek megszüntetésre is kerülnek. Fontos tudni, hogy ezt saját kézbe adják a fiatalnak, tehát nem az kapja meg, aki a befizető volt. Igen, hát a befizetés bárkihez közölheti, viszont az értékpapír számlának a tulajdonosa veheti fel. Hát ha kéri, akkor valóban ki tudjuk fizetni az állampénztár irodáknál, a pénztárnál is, illetve ha kéri, akkor arra a számlára utaljuk át, ahová, amit ő megad. Illetve ha pillanatnyilag még nincs rá szüksége, akkor... más konstrukcióba, más kötvénybe befektetheti. Így van, hát hogyha úgy gondolja, hogy megszünteti a startszámlát, és egyéb befektetéseket akkor az állam kincstár természetesen ő nyithat ugyanúgy ingyenesen jelen állapot szerint számla, egyéb számlát, és akkor oda átvezethet, és átvezetése kerül ez az összeg. Mennyi az átfutási idő, amikor betölti ezt a 18 évet, mennyi idő, amíg pénzhez juthat? Hát a 18. életévét betöltés után kérheti a megszüntetést, és akkor egy durván olyan másfél hónap, két hónap ennek az átfutása most jelenleg, amikor a tőkét és a kamatot is megkapja a fiatal. Mennyire vált népszerűvé ez a forma? Milyen folyamatokon ment ez keresztül? Hát ez a megyénkben hál' Istennek nagyon népszerű, ez egy olyan folyamatokon ment keresztül, hogy 2013. december 2-ától beszélhetünk babakötvényről, és a bevezetés óta december 31-ig 4235 kincstári startszámlát nyitottunk itt Nyíregyházán, illetve az értékesítési pontjainkon, ez 2016. május 31-én már 4873, tehát ha azt veszük, hogy eltelt 5 hónap, akkor durván 600 startszámlával bővült a megyei paletta.
Igazgató úr, köszönjük, hogy a vendégünk volt ma este. Én köszönöm a megtiszteltetést.